Üdvrivágással fogadták támogatói El Salvadorban azt a nőt, akit újszülöttje megölésével vádoltak, de a bíróság felmentette. Evelyn Hernándeznek 3 éve halva született a gyermeke, 30 év börtönre ítélték. Már több mint 2,5 évet letöltött a büntetéséből, amikor a legfelsőbb bíróság februárban elrendelte ügye újratárgyalását és az asszony szabad lábra helyezését, mert a korábbi ítélet nem elegendő bizonyítékon alapult. Nehéz volt börtönben lenni úgy, hogy tudtam, olyasmivel vádolnak, amit nem követtem el. Azt kérem, hogy a még bent lévő nőket is engedjék ki mielőbb, mondta Evelyn Hernández. A fiatal nőnek azután született gyereke, hogy megerőszakolták. Azt mondta, nem tudta, hogy terhes volt. Az El Salvadori abortusz törvény az egyik legszigorúbb a világon. A művi terhesség megszakítás minden formája bűncselekmény a közép-amerikai országban. Nem engedhetjük meg, hogy ez így menjen tovább, meg kell változtatnunk a törvényt, és el kell érnünk, hogy engedjék szabadon azt a 16 nőt, akit ilyen okból börtönöztek be, mondta egy aktivista. 2000 és 2014 között csaknem 150 nőt ítéltek el akár 40 év börtönbüntetésre is El Salvadorban az abortusz törvény megszegése miatt.